Megújult burkolatok, kerékpárút és csobogó, de még színes tollú páva is lesz Halas főterén. Nagy változás előtt áll a városközpont. Ha minden jól megy, ősszel indul a kivitelezés, és jövő nyáron már egy megszépült központ fogadja a halasiakat és a városban látogatókat. Föl fogjuk újítani a vásárcsarnoknak az épületét, a jelentős közterületet. Ugye a vásárcsarnok előtti részt itt a Szász Károly utca, meg Magyar utca, Szélád járon közötti parkszakaszt, itt a Városháza épülete melletti járdarészt, fontos, hogy nem az egész az út széléig, akkor itt az egész főteret, a Betlen teret, a Sziládi gimnázium mint tér lesz felújítva, ugye az önkormányzatnak az épülete kívül belül bizonyos megkötésekkel, meg maga a vásárcsarnok az a harmadik épület. Ilyen változások várnak Halas központjára. Uniós támogatással az új Széchenyi terv keretében újul meg a városcentruma. A 921 millió forintos támogatásról megszületett a megállapodás, így már nincs akadálya annak, hogy elinduljon a kivitelezést megelőző folyamat, majd a tényleges munkálatok. A múlt hét pénteken aláírásra került a támogatási szerződés, ezután elkezdődhetnek a közbeszerzési eljárások. Ezt nyilván most nagy erővel fogjuk csinálni annak érdekében, hogy még az idei ősszel elkezdődhessenek a kiviteli munkák, illetve a jövő év nyarára el tudjuk végezni a szükséges beruházási munkákat. A beruházás kapcsán többek között elkészül a főteret átszelő, régóta várt kerékpárút, amin szabályosan lehet majd haladni, míg most sokan kerekeznek a járdán. A régi, patakot tartalmazó terv már a múlté, de azért lesz új csobogó és szökőkút, valamint térburkolatból látványos páva motívum. A kivitelezés elindulása felfordulással jár majd a piacnál és a főtéren is, ami mindenkitől türelmet fog igényelni. A főtér az teljesen fel lesz forgatva, gyakorlatilag ahol járó felületek vannak, ezek mindenhol fel lesznek újítva. Az épület külső része, tetőszerkezete, belső udvara, nagyon nagy bontások lesznek a belső udvarban, hogy nem mondjam, hogy épp a Halas médiának egy csomó helyisége el lesz bontva, átköltöznek más helyekre, nagyon nagy toleranciát fogunk kérni a lakosságtól, meg a közreműködő mindenféle szervezettől, akit érint ez. A belső udvar az annyira meg fog újulni, ez egy ilyen közösségi tér fog benne kialakulni, ami majd szerintem egy távolabb jövőbe mindenféle ilyen fesztivál jellegű megnyilvánulásokat el tud csinálni. Hát, csak gratulálni tudok. A Budapesten élő Bordamisza Sándor vélekedik így Halas központjáról, és a helyi lakosok szerint sem csúnya a főtér, de abban egyetértenek, hogy a burkolatokra és a Városháza épületére ráfér a felújítás. Nekem így is elég szép, úgyhogy tetszik, eddig is tetszett, nincs vele gond. Várhatóan jövő nyáron már a megszépült városközpontban sétálhatunk, és itt a babakocsikkal is könnyebb lesz közlekedni. Babakocsik szempontjából igen kellemetlen a tologatás, mert elég sok buckába akadunk meg, ami babának sem jó, meg nekem se. De egyébként meggyőződésem, hogy amúgy szép a város. Én szeretem Kiskunhalast, én már nagyon régóta itt élek, és nagyon örülök minden változtatásnak, ami a városunkat szolgálja. És nem mindegy, hogy tényleg milyen körülmények között élünk, lakunk. Emléket szeretnének állítani a pozsonyi csatának. A Magyarok Szövetsége fordult ezzel a kérelemmel az önkormányzathoz. Az elképzelések szerint a Semmelweis téren a színpadtól délre eső járdákkal határolt füves területen helyeznék el a köztéri alkotást. Az emlékmű egy méter magas lenne és farönkből faragják. A Magyarok Szövetsége ezzel hagyományt szeretne teremteni és évről évre megemlékezni a magyar történelem győztes csatáira. Az emlékműről csütörtökön hozhat döntést a képviselőtestület. Napról napra több a szúnyog. Városunkban idén nem volt pénze a vérszívó rovarok írtására, így a nyári meleg beköszöntével a megszokottól is több szúnyog lepte el Kiskunhalast. A Sóstok környékén és a sportpályán a legrosszabb a helyzet, ám a tapasztalatok szerint a belvárosban is egyre inkább elszaporodnak a szúnyogok. A lakosság többsége szeretné, ha történne valamilyen előrelépés a mielőbbi megoldás érdekében. Ez a buxus a meleg ágya sok szúnyognak. A kertek locsolása mellett gyakorlatilag minden más szabadtéri programot is lehetetlenné tesznek a szúnyogok Kiskunhalason. Elég néhány pillanatra kilépni a lakásból, már is vérszívók tucatjai szállnak az emberre. Ott a bokámon,
Nem ez a halasi lány az egyetlen, akit néhány perc alatt összemartak a szúnyogok a szabadban. Mint mondja, megdöbbentően sok vérszívó rovar röpköd a város területén. Nagyon sok a szúnyog sajnos. Most jöttem otthonról, és össze-vissza csipkedtek, meg teli volt minden szúnyoggal. Így úsztam köztük, komolyan mondom. Szúnyogok ellen védekezni pedig a tapasztalatok szerint nem is olyan könnyű feladat. Vagy fújjunk magunkra valamilyen ellenszert, ami amúgy eléggé büdös, és egyáltalán nem kellemes viselet, vagy hosszú nadrágot húzunk és hosszú jut. Az utóbbi időben térségünkben is felbukkantak a betegségeket terjesztő szúnyogok. Az emberekben joggal merül fel a kérdés, milyen következményei lehetnek egy ilyen csípésnek, és hogy miért maradt el idén a rovarok írtása a városunkban. Én nem tudom, hogy volt-e szúnyogírtás az idén. Én nem vagyok híve semmiféle kémiai szernek, hogy a bőrön keresztül, mint tudjuk, azért nagyon gyorsan felszívódik. Tehát azt gondolom, hogy a legjobb megoldás az lenne, ha valóban írtanák a szúnyogokat. Nem csak itt, hanem mondjuk Sóston is, mert az én fiam éppen tegnap tapasztalta meg, két óráig meszelt, hogy amit csak el lehet képzelni, rengeteg szúnyog megcsípte. Szerettük volna megkérdezni az ANTS helyi képviselőjét is a témával kapcsolatban, ám előzetes egyeztetésünkkel ellentétben nem kaptunk interjút. Ugyanez történt a polgármesteri hivatal esetében is, szerettünk volna hivatalos állásfoglalást kérni, ám senki nem kívánt kameránk elé állni. Annyit azért sikerült kiderítenünk, hogy az itt szükséges nagyjából 80-90 hektáros területen körülbelül 500 000 forintért végeznék el a szúnyogírtást. Erre azonban a városnak idén sem ekkora összeg nem volt betervezve. Aki sok gyógyszert szed, öregszik, annak a vérét nem szereti a szúnyog. Ezt már dr. Bús Imre házi orvos mondja, aki szerint sokan félváról veszik a szúnyogcsípés kérdését. Ahogy megjött a nyári meleg, és a pocsolyákba ki tudtak kelni a szúnyoglárvák, egyre több szúnyogcsípésre találkoztunk. Érdekes módon vannak szezonok, amikor ugyanezett mérgesebb szúnyogok csípnek, és elfertőződhet, ilyenkor ajánlott az orvoshoz fordulni. Nagyon gyakran találkozunk olyan csípéssel, és amikor nem tudja, hogy szúnyog csípte meg, és bőgői vagy egyéb csípés is lehet, és ezek sokkal gyakrabban fertőződnek el. Általában ugye az ember, amikor kim van a szabadban, akkor nem valami tisztán járkál, poros lehet, és beledörzs, vagy belekaparja a port szennyeződés, és ilyenkor sokkal gyakrabban van, hogy elfertőződik. Vedbekerjem magamat, és akkor, de az arcomat is muszáj sajnos. A legrosszabb helyzet a Sóstó közelében van. A tóparton ülő horgászoknak rengeteg bosszúságot okoznak a szúnyogok. Mostanában este szoktam kijönni 8 órakor, akkor jön a nagy invázió. Körülbelül este 9-ig, 9:30-ig addig vannak bőven, utána az elcsöndesedik. Mi itt lakunk Sóstonként, és azért a sok esőzés miatt nagyon sok jelen pillanatban a szúnyog, és azért szeretnénk, ha valamit tudna tenni az önkormányzat ez ügybe, és lehet, hogy többen kijönnének ide este is a Sóstóra, hogy a szúnyogok miatt nem tudnak kijönni. Alig jöttünk ki néhány perccel ezelőtt a Sóstó partjára, már is legalább 10 szúnyog megcsípett. Ez is azt bizonyítja, hogy a város határában és a központban is rengeteg szúnyog van Kiskunhalason. Szépülnek a kertek. Halas első alkalommal vesz részt az ország legszebb konyhakertjét kereső versenyen. A városból 20-an neveztek be a megmérettetésre. Ván László főkertész tájékoztatása szerint az 5-tagú zsűri a napokban megtartotta az első bejárást, és kedvezőek a tapasztalataik. Több kuriózumnak számító növényt is láttak, például édes burgonyát. A következő szemle augusztusban lesz. Sok gyerek táborban tölti a vakáció egy részét, a héten kezdődött meg a tenisztábor. Hétfőtől pedig elindul a nyári napközi, aminek a központi iskola ad otthont. Ide korlátozott számban még lehet jelentkezni. Én adom neked a labdát, és te ütsz fonák tenyerest, jó? Fonák tenyerest? Fonák. Ez az, nagyon ügyes vagy, szeretném. Mivel itt a nyári szünet kezdődnek a különböző táborok, Halason az elsők között a tenisztábor nyitotta meg a kapuit. Itt nem csak sportolnak a gyerekek, hanem egyéb programok is szerepelnek a kínálatban. A fiatalok szerint jól teltek az első napok. Nekem nagyon tetszik, minden nap van egy kis jó program. Máskor is voltál már ilyenen? Igen, tavaly is jöttem. Annyira tetszett, hogy idén is eljöttem. Én jól éreztem magam eddig, és nagyon tetszik, hogy utazunk helyekre is, és a barátok is, igen. Nézzük a Lénát! Gyönyörű, bravo!
A tenisztáborban van, aki már ismeri ennek a sportnak az alapjait, még mások most vettek először ütőt a kezükbe, de lehet, hogy ők lesznek majd a jövő versenyzői. Első táborozó vagyok, és most sose teniszeztem, szóval most, de nagyon tetszik. Jövőre is jönni fogok. Bravo, nagyon szép! Ez immár a harmadik tenisztábor, és hát 3 éve találta ki Vérévi klubtagunk ezt a kezdeményezést, mi nagyon örültük neki, nagyon szeretnénk, hogyha minél több fiatal jönne be a klubba és ismerné meg a tenisz alapjait, és hát, hogy mennyire nagy siker, az mi sem bizonyítja jobban, hogy immáron most már 2 turnusban, hát közel, ha jól tudom, 50 fővel lesz az idén ez a tábor megrendezve, 2 héten keresztül, úgyhogy nagyon remélem, hogy idén is nagyon jól sikerül. A gyerekek szerint jó, hogy ilyen hosszú, 2,5 hónapos a vakáció, mert a 11 hétben sok elfoglaltság belefér. Van, aki rokonokhoz látogat, míg mások strandolást és utazást terveznek. Menjünk majd nyaralni Törökországba, meg Horvátországba is. Más tábor esetleg valakinek lesz-e még? Meg lesz. Megyek például másik sporttáborba is. Meg megyek még vészőre a mamámhoz, és nekem nagyjából, meg még megyünk nyaralni is Görögországba. A központi iskola is hamarosan benépesül gyerekekkel. Itt júliustól indul a nyári napközi. Jelenállás szerint mintegy 50 diák fog ide járni a városiskoláiból. A szervezők sokféle programmal készülnek, hogy jól érezzék magukat a gyerekek, például bepillanthatnak majd a cserkészek életébe. 3. évben rendezzük meg, július 1-től augusztus 9-ig, 6 héten keresztül a hétköznapokon várjuk a gyerekeket. A Fészekrakó Egyesület és a Központi Általános Iskola szervezésében, de az összes többi kiskunhalasi általános iskola részt vesz a gyerekek programjainak a szervezésébe és lebonyolításába. Nagyon sok kültéri programmal, tehát sokat lesznek a gyerekek szabad levegőn, igyekszünk a szem előtt tartani, aktív pihenéssel töltsék el a nyarat. Indulnak majd az iskolai és nyelvi táborok is, de a könyvtár és a Pásztortűz Egyesület is érdekesnek ígérkező programokkal fogadja a vakáció lévő gyerekeket. Egészségügy. Megérkeztek az új inkubátorok és lélegeztető készülékek a Halasi Kórházba. 2 pályázatnak köszönhetően teljesen megújul az intézmény koraszülött ellátási gépparkja. A 3 milliárdos modernizációs program mellett egy 50 milliós fejlesztés is segíti a vártnál hamarabb született és gyengébb babákat. Ez egy dönthető kis vízágy bölcső, hogy így fogalmazzak, az aljában egy matracon egy vízmatrac helyezkedik el, aminek a hőmérsékletét tudjuk nagyon pontosan egy 10 fok pontosága beállítani. Ez a baba számára egy nagyon kényelmes fekvést, és egyben egy nagyon biztos testhőmérséklet beállítást is jelent és biztosít. Ez csak az egyik speciális berendezés azok közül, amik a napokban érkeztek a Halasi Kórházba. Az új eszközök segítségével teljesen megújul az intézmény koraszülött ellátási gépparkja. A pici babákat a lehető legkorszerűbb eszközök fogják segíteni abban, hogy minél hamarabb megerősödjenek és hazamehessenek a családjukhoz. A kiskolasi Semmelweis kórháznak az intenzív neonatológiai osztály fejlesztése elnevezésű programhoz Európai Uniós támogatással és az Európai Szociális Alaptárs finanszírozásával az új Széchenyi terv keretében sikerült beszerezni az új eszközöket. A koraszülött intenzív programunk most már a végéhez közeledik. Terv szerint június 30-a befejezési határidő, és úgy tűnik most jelen állapot szerint, hogy a szállítások megtörténtek, folyamatosan történik az üzembehelyezés, a betanítások is ez június 30-ára be is fejeződik. A beruházás az önerővel együtt 55 millió forint, ebből néhány forint hiány 50 millió volt az uniós támogatás, amely az új Széchenyi terv keretében valósul meg. Ezt a keretet szinte teljes egészében eszközbeszerzésre fordítottuk, az 50 millió súrolja az eszközbeszerzés nagyságrendje. A tapasztalatok szerint a térségben emelkedik a koraszülések száma. A szülések több mint 15%-ában a babák a vártnál hamarabb látják meg a napvilágot. Ők különös gondoskodást és nagy figyelmet igényelnek, ezt segítik majd az új eszközök. Intenzív inkubátor, klinikai inkubátor, hordozható inkubátor, betegőrző monitorok 5 inkubátor mellé, központi monitor, ennek az informatika rendszere, lélegeztető készülék és infúziós pumpák teszik ki ezt a 17 berendezést, és úgy gondolom, hogy teljesen megújulva, teljesen a korszínvonalak megfelelő, nagyon jó ellátást tudunk biztosítani majd az újszülött pici babák számára.
Az új berendezések mellé informatikai fejlesztés is párosul, így a picik minden adata pontosan nyomon követhető lesz. Sőt, Kecskeméten és az ország több kórházában is ilyen eszközöket állítanak használatba, így azok kompatibilisek lesznek egymással. A Halasi kórházban nagyon várták már azokat a lélegeztető gépeket is, melyekkel a pici súlyú koraszülötteket tudják segíteni. Az ő lélegeztetésüket eddig nehézkes volt megoldani. A két készülék mind a kettő csecsemő és újszülött lélegeztetésre alkalmas készülék, úgyhogy még a koraszülöttek, tehát a nagyon pici súlyú született babák lélegeztetésére is alkalmasak. A kettő az különböző filozófiájú berendezés, tehát mindig a tényleges helyzetnek és a tényleges igénynek megfelelően lehet ezeket alkalmazni, és végre egy nagy hiátus szűnik meg ezzel, hogy az egész pici babák lélegeztetése eddig elég nehézkes volt, most viszont ezt teljesen garantáltan biztosítja ez a képzelés is majd. Az új eszközöket új környezetben, a kórház hármas szintjén állítják majd üzembe. Itt még folyamatban vannak, de a végéhez közelednek az átalakítási munkálatok. Van, ami már elkészült, van, ami még építés és beszerzés alatt áll. Felénél tart a 3 milliárdos kórházi beruházás. Sajtótájékoztató keretében mutatták be, hogy hol tart a program. A következő megújult részleg, amit átadnak, az intenzív osztály lesz. Középen lesz a szülészeti vizsgáló, előkészítő szülőszobák és a császárműtő, jobbra pedig a terhespatológia, illetve az újszülött koraszülött ellátás kap helyet. És itt látom, hogy a padbőítés miatt sok mindent nem látunk. Igazából két és három ágyas fürdőszobás kórtermek alakulnak ki. Roaming-in rendszer biztosítva minden szobában babafürdetési lehetőséggel. Körülbelül a beruházás felénél tart a Halasi Semmelweis Kórház, ezért bejárással egybekötött sajtótájékoztató mutatták be, hogy mi történt eddig, és milyen feladatok vannak még hátra. A térség országgyűlési képviselője és Halas polgármestere is örömmel üdvözli, hogy az év végére jobb körülmények és korszerűbb eszközök segítik majd az ellátási körzethez tartozó több mint 100 000 beteg gyógyítását. Olyan korszerű technikával, korszerű épületek között fog történni a gyógyítás, ami az egész környéket meghatározó és központi helyre helyezi a kórházat. Én nagyon örülök annak, hogy ebben részt vettem, támogathattam, és ezután is igyekszem majd támogatni. Ráfér, hiszen ez a beruházás nem teljes körű, egy részét természetesen még folytatni kell, és ehhez össze kell gyűjteni mindenkinek az erejét, mind a humán erőforrás részéről, mind pedig gazdasági erőforrás részéről. De ezen túl kell lenni, mert ez a kórház sok százer embernek az egészségért felel. Valamennyi munkavégzés a már kialakult helyszíneken, illetve a következők alkalmával is az ellátást teszi biztonságosabbá, korszerűbbé, és én úgy gondolom, hogy Kiskunhalas városa, illetve az egész környezete számára egy rendkívüli nagy fejlődést jelent az, hogy korszerű környezetben, új berendezésekkel, új környezetben sokkal kiegyensúlyozottabban fogja végezni a kórház az eddig is rendkívül színvonalas munkáját. A Semmelweis kórház struktúraváltását több mint 2,8 milliárd forinttal támogatja az Európai Unió és az Európai Szociális Alap. A beruházása az új Széchenyi terv keretében valósul meg. A teljes mértékben korszerűsített radiológiát még tavaly átadták, az egynapos sebészetet pedig a közelmúltban. Hamarosan elkészül az új intenzív osztály, a szülészet nőgyógyászat régóta várt fejlesztése, de a gyógytorna is új helyet kap, vagyis teendő még van bőven. A belső munkálatok mindenképpen hátra vannak, azok a munkálatok, amik már igazán látnak a betegek is, és ami igazán a beteg komfortosítás, illetve a megfelelő szakellátást mutatja majd. Akár az eszközbeszerzésről beszélünk, akár az épületek kialakításának azon részéről, ami megjelenik nap mint nap a betegeknek a szemében. Közben folyamatban vannak az eszközbeszerzések, 550 millió forintnyi műszer már megérkezett. Lengyel János orvosigazgató pedig arról adott tájékoztatást, hogy létszám bővítésre is lehetősége nyílik a kórháznak. 7 orvossal előszerződés van őszre, egy új belgyógyász viszont várhatóan már napokon belül munkába áll. Kellner Barnabásné ápolási igazgató azt hangsúlyozta, hogy embert próbáló feladata az építkezés alatt gyógyító munkát végezni, de a kórház személyzete és a betegek is türelemmel viselik a munkálatokkal járó felfordulást. Szontág Miklós projektfelelős tájékoztatása szerint még 5 hónap van hátra a beruházásból, vagyis november végére szeretnék befejezni a Halasi Kórház modernizálását, és bíznak abban, hogy lehetőség nyílik majd a további fejlesztésre is, hiszen most a 6. szintig nyílik mód a korszerűsítésre, viszont a többi szint is rászorulna.
például a nyílászáró cseréje elengedhetetlen lesz. A Fidesz frakció javaslatára 38 millió forintra emelkedett a pingvinpatika ára. Erről döntött tegnap a képviselőtestület. A gyógyszertárat üzemeltető társaság 32 millió forintot ajánlott az ingatlanért, de elfogadhatónak tartja a megemelt vételárat, a 38 millió forintot is. Megegyezés születhet a pingvinpatika jövőjéről. A képviselőtestület immáron harmadik alkalommal vette napirendjére a gyógyszertár ügyét, miután az előző két alkalommal nem támogatta a patika bérleti szerződésének meghosszabbítását. Korábban úgy volt, hogy a kórházi átalakítás miatt költözni kell a gyermek, illetve a felnőtt ügyeletnek, és azokat a patika Kossuth utcai helységeiben helyeznék el. Közben kiderült, hogy a kórház területén megoldható mindkét ügyelet elhelyezése, így a patika ingatlanára nem is lett volna szükség ebből a célból. Gyovai István polgármester végig a helyzet megoldására törekedett. Én hangsúlyoztam akkor is, mint azt megelőzően is, hogy a tárgyalásokat tovább folytatom, és a patika, illetve a cég képviselőit arra biztatom, hogy igen magas ajánlatot tegyenek erre a vételi helyzetre, illetve bízom benne, hogy magát a vételi helyzetet ki lehet alakítani, amennyiben egy magas vételi árat határoznak meg. Ez meg is történt 32 millió forinttal, körülbelül egy héttel ezelőtt az előkészítés során a pénzügyi bizottság részéről ennek némi továbbgondolása történt, 38 millió forintra. A patika igazgatója Görög Judit azt mondta, elfogadhatónak tartják a kiindulási árat, a 38 millió forintot. A városban kívánunk maradni, ha nem a Kossuth utcában, akkor máshol. Jogi érveinket előadtuk, amikor lejárt szerződés után a testület meghozta ezt a döntést, és nem vitatván a testület döntését és azt tiszteletben tartván megkíséreltük megtenni azt, hogy egy méltó vételi ajánlatot tegyünk. Értékbecslésekkel is alá tudom támasztani, hogy a piaci árat messze meghaladó volt a vételi ajánlat. Tudomásul veszem most is, és tiszteletben tartom a testület döntést, amellyel ezt az árat megemelték, viszont van egy olyan határ, amelyet nyilván a cégünk nem tud meg, nem akar túllépni. Elfogadjuk ezt az induló árat, mert mindenféleképpen eleget szeretnénk tenni a lakosságnak, a városnak és a testületnek. Kérem, hogy segítsenek ebben. A Fidesz frakció vezetője úgy értékelte a kialakult helyzetet, hogy mindenki számára jó megoldás született. Nem egy üres ingatlanról beszélünk, hanem egy jól bejáratott üzletről, tehát hogyha a patikának egy más helyen újra kellene telepíteni az eszközeit, kiépíteni a pacientúra körét, akkor én úgy gondolom, hogy nem volt irreális az a kérésünk, javaslatunk, amit a pénzügyi bizottságon megtett a Fidesz frakció, hogy 38 millió forint legyen ennek az ingatlannak a vételára, és ha kell, akkor ezt most módosító javaslatként megismétlem, bár úgy gondolom, hogy fölösleges, hiszen igazgatóasszony ezt az árat elfogadta. Még annyit kívánok elmondani, hogy ezzel a megoldással mindenki jól láthatja, hogy tulajdonképpen mindenki jól járt, a város egy nagyon komoly összeghez jutott, ami a kasszába nagyon jól fog jönni, a patika a helyén maradhat, megnyugodhatnak a vevők, és arra is jó remény van, hogy mind a két orvosi ügyelet a kórházban fog maradni. Erre vonatkozólag a frakciónk nevében én magam fogok igazgatóurral egyeztetni. Köszönöm szépen. A képviselőtestület 13 igen szavazattal két tartózkodás mellett úgy döntött, hogy 38 millió forintos indulási áron értékesíti az ingatlant, az áverésen pedig a Pingvin megszerezheti a tulajdonjogot. Van, ahol még szárad a festék. Július 1-én hétfőn nyitnak a nemzeti dohányboltok, ezentúl hivatalosan csak ezekben lehet cigarettát vásárolni. Halason a 15 koncesziós helyre 54-en jelentkeztek. A nyerteseknek már csak ez a hétvégéjük van, hogy dekorálják, áruval feltöltsék a boltokat. A vásárlóknak szokatlan lesz, hogy a lakhelyükhöz közeli kisboltokban, benzinkutakon már nem tudják megvenni a cigarettát. Duplán füstölögnek a dohányosok, hétfőtől már csak a nemzeti dohányboltban vehetnek majd hivatalosan cigarettát. Bondár Imre úgy gondolja, ha nem lesz cigi a lakhelyéhez közeli boltokban, akkor talán inkább nem is vesz. Én szerintem leszokok róla inkább, mint hogy szívjam, drágul is a cigi elsőjétől, inkább leszokok róla, nem cigizek, befejezem. Halason 15 helyen lehet majd hozzájutni a dohányáruhoz. A dohányosok jelentős része nem tudja, hol vannak az új üzletek. Nekünk kényelmesebb volt eddig így, hogy akármelyik boltba bementünk, kaptunk
cigarettát, dohányt, hüvelyt, most meg majd keresgélni kell, hogy hova menjünk. Hétfőtől már ilyen feliratoknak kell lenniük az üzleteken. Bordás Zoltán úgy véli, mozgalmas lesz a hétvégéjük, hogy az elmaradásokat behozzák, hiszen például a feltételként megszabott központi internetes pénztárgéprendszer sem működik még. Van egyszer egy adóhivatali, illetve NAV-os rendszer, ami jelenállás szerint a NAV-nál még nincs kész, de az ugye az országban az összes pénztárgépet üzemeltető egységre, tehát mondjuk több mint 300 ezer darab pénztárgépet majd be kell ebbet kötni. A dohányboltok esetében van még egy plusz elvárás, hogy a Nemzeti Dohánykereskedelmi ZRT-hez is kell adatszolgáltatással bírni ezeknek a gépeknek. Úgyhogy a trafik rendszerek, illetve a trafik pénztárgépeknek kétféle adatszolgáltatásnak kellett megfelelni. Szentirmai Péter üzletében még szárad a festék a falakon, július 1-ével vállalta az indítást, így nincs sok idő. Amit látszódik, a bolt elkészült, mert ez csak egy raktárhelyiség volt, helyiség volt. Most már le van burkolva, ki van festve, áramban el van látva, tehát itt ezek a munkálatok mind zajlottak az utóbbi napokban. Hát most még hátra van a bútornak a beszerelése, ez a mai nap feladata lesz, aztán holnap megjönnek a gyártók és pakoljuk be az árut. A trafik helyzet a Kossuth utcától délre lakók részére lesz a legfurcsább július 1-től. Eddig számtalan kisboltban, nagyáruházban vagy akár benzinkúton is megvásárolhatták a dohányárut, most azonban ebben a térségben egy helyen, itt a Szabadkai utcán lehet csak dohányterméket árusítani. Bordás Zoltán szerint valószínű lesz majd átrendeződés az üzlethelyeket tekintve. Az, hogy mondjuk a településen belül ezek az üzletek hogy helyezkednek el, az majd egy kicsit érdekes lesz. Vélhetően, mivel nem kötött helyekre kapták a koncessziót a koncesszió birtokosai, el fognak kezdeni majd sakkozni, mert egy héttel ezelőtt még én magam sem tudtam, hogy Kiskunhalason hol fognak nyitni vagy nyílni a dohányboltok, illetve néhányat tudtunk, néhányat pedig nem tudtunk. Ezek majd ki fognak alakulni, átrendeződnek. Lehetséges egyébként, hogy ezzel kapcsolatosan még majd valami újabb jogszabályok is születnek. A kereskedők bíznak benne, hogy az áru feltöltés zökkenőmentes lesz, a gyártók győzik a szállítást. Ők sem tudják, hogy bizonyos boltokban milyen forgalom fog regisztrálódni, nyilván, hogy a vállalkozó, az üzemeltető sem tudja. Ez mind a jövő zenéje, ki fog derülni, ehhez a feladathoz fel kell nőni, meg fogjuk tapasztalni az igényeket, és ezekhez az igényekhez rugalmasan kell alkalmazkodni. A kanizsatéri postán is át lehet majd venni a küldeményeket. Július 1-től lép életbe ez a változás, vagyis akiket hétfőn nem találnak otthon a postások, azoknak már nem kell bemenni a Köztársaság utcai főpostára, hanem a kertvárosi 2-es számú postán vehetik át a küldeményüket. Mindez a környék lakóira vonatkozik. Az érintett területeken élőket a levélszekrényekben elhelyezett szórólapokon is tájékoztatják. Törvényi változás, hogy 25 ezer lakosonként legalább egy kézbesítési ponton lehetővé kell tenni a levélküldemény és a hivatalos irat átvételét. Halason ezért vált szükségessé újabb letéti posta kijelölése. Vizsgáztak a gazdák, írásbeli, szóbeli, gyakorlati feladatok megoldásával adtak számot tudásukról a Halasi Gazdakör által szervezett aranykalászos tanfolyam végzősei. Mivel változnak a képzési szabályok, úgy volt, hogy ez lesz a Gazdakör utolsó ilyen tanfolyama, ám a nagy érdeklődés miatt valószínűleg még indítanak egyet a nyár végén. Az a törekvés, hogy olyanok műveljék a földet, akik értenek hozzá, illetve a támogatások is megkövetelik a végzettséget. Most 32 tudunk levizsgáztatni, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy van még jelentkező, tehát ezzel a megoldással, ami 300 órás még pillanatnyilag szeptemberig van ez, még egy tanfolyamot el tudunk indítani, úgy néz ki. Ha 20 fő jelentkező lesz, akkor még egy aranykalászos gazdatanfolyamot el tudunk indítani, még szeptember elején vagy augusztusban lenne fölvételi. Tulajdonképpen a 2014-es uniós előírásoknak megfelelően képezzük ki már gazdákat, ami már most tudjuk, hogy a támogatások megváltoznak. És a támogatásokkal gyakorlatilag a gazdákat azért kell kiképezni, mert 2014-től és 20-ig már azokat a
gazdák kapják a támogatásokat főleg, akik gyakorlatilag elvégzik az iskolákat. Tulajdonképpen a kormánynak a programja az, hogy most földműves szakmában futtatja a gazdákat. Ez azért szempontból jó, hogy igazán most már az fog majd a földdel bánni, akinek a végzettsége is esetleg meg lesz, meg aki ért is a földhöz. Azt szeretnénk legalábbis.